tartalmas mennyitón vehettünk részt. Külön köszönöm Duhán Katalin államtitkár asszonynak és Dr. Tilki Attila képviselőnek, valamint Nicsizei Zoltán igazgatónak, hogy megtiszteltek bennünket, jelenítünk el, és erősítették a érintettekben azt, hogy igenis lesz értelme ennek a projektnek. Érdemes pályázni, érdemes részt venni ezen a programban. Az önkormányzati célja elsődlegesen a fiatalok helyben tartása, olyan életkörülmények biztosítása, ami kapcsán föl sem merül bennünk azt, hogy elhagyják Vásárosra, mint a bereg szívét, hanem itt képzelik el jövőjüket, családjuk és gyermekeik jövőjét is. Néhány apró momentum számokban, tényekben. Önkormányzati szinten 8 ingatlant szeretnénk felújítani, ebből 5 ingatlan kerülne konkrét módon kialakításra, tehát 5 lakást alakítanám ki a Turinform fölötti első emeleti szinten, amelyet a Lónyai iskolától most már az önkormányzat visszakapott, hiszen a Lónyának már nincs rá szüksége, még a Lónyai sok használták, most pedig itt alakítanám ki minimál szinten 1 millió forintos nagyságrendben lakásonként felszerelve 5 lakást, valamint a Szőlőskertben 2 lakást újítanánk föl, és a Szabadság téren lenne a 8. felújított és rendben rakott lakás, amelyekre majd pályázhatnak ezek a fiatalok. Nyilván nem csak azt a 16 főt szólítjuk meg, aki majd ugye pártalkotva kettesével elfoglalhatják majd ezen lakásokat és térítésmentesen lakbér nélkül használhatják rezsiköltséget, kell majd csak fizetnünk. Itt nagyon fontos a helybentartás, nagyon fontos a kompetenciák képességek kialakítása az olyanban, hogy itt a térségben, a városban tudjanak elhelyezkedni és munkát is találni.